Az MSZP támogatja a GYED extrát. A Fidesz egy félre sikerült nyilatkozatból épít légvárat. Teljesen feleslegesen. Tisztelettel kérjük a Fidesz nő tagozatát, az egész Fideszt és a kormányt, ne próbálják átírni az MSZP programját, ne mondják meg azt, hogy nekünk mit kell gondolni a GYED-ről, vagy a családon belüli erőszakról. Reméljük, ez nem a gondolatrendőrség bevezetésének első lépése. Lassan ott tartunk, hogy Orbán Viktor akarja még azt is megmondani, hogy az MSZP mit gondoljon Magyarországról. Üzenjük neki, ezt sohasem fogjuk megengedni. Kósa Lajos nyilatkozata után már tudjuk, hogy nekik a politikai kampányban nem számít a mai valóság. Felszólítjuk a Fideszt legalább addig a rövid ideig, amíg még kormányoznak, próbáljanak meg a valóság közelében maradni. Az MSZP nem csak hogy támogatja, de kormányon ki is fogja egészíteni a GYED extrát a kismamák munkahely védelmével. Ugyebár mindenki tudja, hogy a kismamának a védettségét 2011-ben bevezetett új munkatörvénykönyve szüntette meg. Ma, amikor egy kismama úgy dönt, hogy gyermeke még nem töltötte be a 3 évet, és vissza akarna menni a munkahelyére, azonnal kirúghatóvá válik. Ezt valahogy a Fidesz elfelejti nap mint nap kommunikálni. A Fidesz nőtagozata aláírásgyűjtésbe kezd. Ám még mindig nem láttunk egyetlen aláírásgyűjtőívet sem. Csak a hazugságkampány folyik, a nyilatkozatok és közlemények, már megszoktuk, a cselekvések meg sehol. Pont ugyanúgy, ahogy nap mint nap látjuk. Hol volt a Fidesz nőtagozata akkor, amikor a Fidesz eltörölte a GYED és GYED melletti munkavégzés lehetőségét? Emlékeztetném a sajtót, hogy 2006-ban MSZP kormányzat alatt lett bevezetve a GYES és GYED melletti munkavégzés, és 2011-ben a Matolcsi megszorító csomaggal lett eltörölve. Nem találtak ki semmi újat, csak visszaadták azt, amit egyszer már az MSZP adott. Hol volt a Fidesz nőtagozata, amikor jeleztük, hogy mennyire súlyos probléma az, hogy elvették a tartósan beteg gyerekektől a támogatást? Érdekes módon nem láttuk se Pelsznét, se a szóvivő asszonyt. Nehezen mondom ki a nevét, Selmeci Gabriellát, hogy kiállt volna mellünk és tüntetett volna, hogy ezektől a tartósan beteg gyerekektől elvették a támogatást, és elvették a szüleiktől a támogatást. Hol volt a Fidesz nőtagozata, amikor az egyik képviselőjük brutálisan megvette az élettársát, majd egész országvilág számára hazudta azt, hogy a szerencsétlen vakkomondor volt az? Hol volt a Fidesz nőtagozata akkor, amikor az az ember még mindig országgyűlési képviselő, és még mindig eltűrik a parlamentben olyan képviselőket, akik családon belüli erőszakot követnek el? Hol voltak akkor, amikor Varga István fideszes honatja megalázta a nőket azzal, hogy azt mondta, hogy szüljenek 4-5 gyereket, és attól majd több lesz a becsületük? Hol volt a Fidesz nőtagozata, amikor a fideszes honatyák és kormánytagok a parlamentben nyíltan alázták a nőket, anyákat? Emlékezzünk Illés Zoltánra, vagy Hajdú-Bihar megyéből, ahonnan én jöttem, Tasó Lászlóra. Hol van a Fidesz nőtagozata, amikor a családok elszegényedése csúcsokat dönt? Ilyenkor hallgatnak. Várjuk az aláírásgyűjtőíveket, de tudjuk nagyon jól, hogy pontosan ugyanolyan blöff, mint az összes többi intézkedésük, amiket ma családbarát intézkedésnek mondanak. Csak hozzá kell tennem, ez nekünk családoknak, gyermeket nevelőknek nagyon fáj.